Hétvégén újabb győzelmet szerzett az MB3-as lista vezető PMFC, ezúttal a ths -e szabad kikötő ellen. Az első górra a 22. percig kellett várni, amikor Máté János higgadtan értékesített egy büntetőt. A 25. percben német Márk beadását Grabant Bence fejelte a vendégek hálójába, így 2 0 Pécsi vezetésnél fordultak a csapatok. Az 52. percben Grabant Bence gólpasztadott Rácz Lászlónak, aki befejelte a labdát a hálóba, ezzel már 3-0 volt az eredmény. A 77. percben a csereként pályára lépő Szabó Dominik állította be fejes a 4 0 ás végeredményt. 4-0-ra nyertünk, három pontot kapunk érte. Úgy gondolom, hogy a mérkőzés addig volt nehéz számunkra, amíg nem tudtuk feltörni a védelmünket, nem szereztük meg az első találatunkat. Utána meggyőzőek voltunk, úgy gondolom, hogy az ellenfélnek nem adtunk igazából lehetőséget arra, hogy a mai nap pontot szerezzen. Végig tudtuk vinni, és azt mondom, 90 percen keresztül uraltuk a mérkőzést, és megérdemelten nyertünk. A THS -e, szabadkikötő csapatának edzője is elismerően nyilatkozott a Pécsi Gárdáról. Le a karappal, tehát a Pécsi csapat előtt nagyon szépen is kultúráltan fociztak, és ez a város megérdemli az mb 2 tagságot, úgyhogy hajrá és sok sikert. Az MLS már korábban elkészítette a magyar kupa sorsolását. A hetedik fordulóban a Rákosmente KSK ellen kell hazai pályán kiharcolnia a PMFC-nek a továbbjutást ahhoz, hogy a legjobb 32 közé jusson. A klubok most a kezdési időpontban is megegyeztek, így október 30-án, szerdán 12 óra 30 perckor fogadják Vas László tanítványai, a szintén az MB3 középcsoportjában szereplő ellenfelüket. A továbbjutás egy meccsendől el, amennyiben a rendes játékidőben nem születik döntés, úgy hosszabbítás, majd büntetőrugások következnek.